Madár csicsergő, szép jó napot kívánok mindenkinek, elérkeztünk a következő videómhoz, ahol itt van velem Bence. Sziasztok! És ha itt van velem Bence, és egész alakos videót veszünk, akkor egyértelműen a barátom értékeli az XY rendelésemet, videó következik. Bencét kicsit off-guard kaptuk ezzel a videóval, ugyanis... Határozottan korrekt a megfogalmazás. Látjátok a szettjét, nem ide készült, viszont kitettem nektek egy sztorit Instára, hogy hogy szeretnétek látni a hol videóimat, és hatalmasan elsöprő arányban azt mondtátok, hogy Bence értékelje, úgyhogy Bence értékeli a mai napon a Zafur rendelésemet. Három ugyanilyen videó fog érkezni. Igen, mind a három szerint leszek? Igen. Oh. Ugyanis ti ezt szeretnétek látni, úgyhogy pár disclaimert, pár figyelmeztetést a videó elején szeretnék elejteni. Az egyik az, hogy nem direkt, de milyen csodálatosan összeöltöztem a cuki könyvemmel. Mindent linkelek nektek a leírásba. Ezen kívül pedig a Flive alkalmazáson, a profilomon is megtaláljátok a ruhadarabokat, remélhetőleg nagyon szépen befotózva és beteggelve mindennel, amit a képen láttok, ugyanis ez egy plusz funkció igazából a Flive-on, hogy nem csak a márkát tudod megjelölni, hanem egyenesen a webshopra tudod irányítani a téged követő embereket. Ezen kívül, mint ahogy az biztos már a fületeken jön ki, és biztosan látjátok is, hogy a fogamzásgátló miatt felszedtem egy pár kilót. Ezt ti is tudjátok, és én is tudom, viszont a komment részlegbe ezt ne osszuk meg egymással, ha lehet. Én is látom. Szóljatok be nekem, én is meghíztam. Én is látom, viszont ez egy testpozitív oldal, és ezt hagyjuk is meg így, és a ruhákat próbáljuk meg értékelni, oké? Okay? Oké, köszi. Szépen leterelted, leperegnek rólad a negatív kommentek, szívem. Jó, jó. És a harmadik dolog, amit ugyanúgy minden videó elején el fogok mondani, mint hogy ezt. Hogy nem voltunk nyaralni, nem azért vagyunk ilyen barnák. Nem ezt akartam mondani, nyilván tudjátok, hogy imádom az önbarnítókat, úgyhogy nem természetes a színem. De ettől függetlenül gyönyörű. Nagyon hosszú lesz az intro, úgyhogy az utolsó dolgot szeretném elmondani. Egy hatalmas felismerésem volt igazából pár hónappal ezelőtt, ami mégpedig az, hogy 24 éves leszek idén, és ahogy végigpörgettem az Instámat, nem voltam vele teljesen elégedett. Szerettem volna egy kicsit badass, szexi energiát érezni, amit kifejezetten hiányolok az Instámról, kezd visszatérni, viszont a ruhák, amiket látni fogtok mind a három holba, azok határozottan Instára érkeztek, és kifejezetten nagyon szexik. Ezt neked is mondom, ugyanis erről te se tudsz túl sok mindent, ne lepődj meg. Semmit, én arról tudok, hogy heti ötször jön a futár. És név szerint mondja, hogy Rebeka, megjöttem. És Olival is barát. A legcukibbak egyébként a futárok, akik hozzánk járnak. Ha véletlen nézik, akkor puszilom őket innen. Viszont a ruhadarabokat nem biztos, hogy mindent hordanék utcára, de ettől függetlenül megmutatom természetesen, és felnőttek vagyunk. Aki nem felnőtt, az is egy kicsit gondolkodjon felnőttként, nem lesz rajtam melltartó a videóban. Tudom, tisztában vagyok vele, én nem vettem fel, ezt se kell megjegyezni a komment részlegben. Az utolsó dolog, amit majdnem elfelejtettem, hogy ez a videó a Zafullal együttműködésbe jön létre, viszont nem fizetnek, kaptam tőlük ruhákat, és... Szomorúan mondtad. Nem fizetnek. Nem, csak azt akarom mondani, hogy nem fizetnek, de ha fizetnének, akkor is csak a megjelenést veszik meg az oldalon, a véleményemet nem. Úgyhogy... Így van. Ennyit szerettem volna még elmondani, köszönöm nekik a ruhákat, és kezdjük el. Készen állunk? Yes. Első ruhadarabunk. Mehet? Jajajaj. Hoppá! És végre értelmet nyert, hogy tényleg le kell végre raknom a motoros jogsit, mert ezzel kerülsz mögém, jönnek Bálinték, Csilla is valami szedbe, és akkor azt mondjuk, hogy... Ja, hogy egyébként itt van egy tükör, ahol tudom csekkolni, hogy hogy nézünk ki. Nagyon jól néz ki! Ugye? Ez egyébként Szalvéta Topnak hívják, azt hiszem. Na jó, a neve az béna. És amikor megláttam ezt a mintát, mondtam, hogy oké, okay, ehhez valami nagyon-nagyon cuki instaképet el tudok képzelni, és hátul ugye kötős,
így néz ki hátulról, ami ugye azért jó, mert úgy tudjátok megkötni, ahogy akarjátok. Tehát, hogy attól függően, hogy kinek mekkora a cicie, lehet állítani. Ez nagyon tetszik. Tényleg, de hogy minden szett ilyen különlegesebb lesz? Szerintem igen. Ez nagyon bejön, pláne a szőke haja nagyon kis ilyen. 10/9 Oké. Okay. Amúgy mennyire várom az isteni tízes, de tényleg, tehát hogy nem tudom milyen lesz, nem tudom lesz-e valaha. Nekem van itt egy tízes. Azt mondod? Igen. Na kíváncsi leszek. Jöhet a kövi. Először is nem tudom, hogy ez a top átlátszó-e, egy nagyon picit lehet. Úgyhogy a mancsai... Úgyhogy akkor kivágjuk. A mancsai mit maradnak egy kicsit. A másik pedig, hogy a fűzőjét nem találtam, úgyhogy egy cipőfűzővel van összekötve, de a lényeget értitek szerintem. Fú, ez nem jó, hogy ilyen sokáig van becsukva a szemem, mert a fénytől elszokok. Eszembe jutott egyből, amikor kiskoromban olvasták nekem a mesét. Melyik is az a mese, amikor 12 matrac alá beraknak egy borsó szemet, és elnyek. Igen. Melyik az a mese? Teljesen mindegy. Pont az jutott eszembe egyébként. Nekem egy picit magában a stílusában, ha bár tudom, hogy ez a fűző ez nem hozzáérkezett, igen, tehát ezt más fűzővel kell, ilyen régies, tehát nem érzem benne azt a modernitást, hogy most egy 2021-es Insta képen ez olyan trendi legyen, de egyébként jól néz ki szerintem, tehát ez az összehúzott ez az összehúzott stíló nekem azért igen, tetszik, tehát ez kiemeli a most próbálok, de most tényleg kellő komolysággal próbálom mondani, kiemeli a azokat a dolgokat, amiket igen emeljen, na, de egyébként jó. Egyébként természetesen itt középen is ti tudjátok összehúzni amennyire, annyira, amennyire szeretnétek. Itt is állítható, és hátul pedig ilyen gumírozott anyaga van. Hátul jó. Egyébként pedig szatén az eredeti, vagy hát az egésznek az anyaga. Tök puha, tök kényelmes, egy picit tényleg átlátszó, de szerintem azt egy cuppanós cicivel meg. Te mit gondolsz róla? Én látom benne a fantáziát, őszintén megmondom. Én is, én nem azt mondtam, hogy nem, viszont nem tudom, nekem picit régies a stílója. De jó, 10/7 Az online rendeléssel mellé lehet fogni a méreteknek. Mindenből M-eset rendeltem egyébként, és mindenből jó is, viszont ez egy kicsit kicsi, de... Mehet? Igen. Fú, tényleg nem jó. Aki nagyon kicsi M-es vagy S-es méret, az írjon rám DM-be, és elküldöm neki ezt a felsőt, mert ez rám láthatóan határozottan kicsi, egy cseppet se nyúlik, egyébként fantasztikus anyaga van, és yeah, tök fullos, csak... Tudod, mi jutott eszembe? És hogyha nem ismernélek, és igen, meglátnálak egy buliba, így, azt mondanám a haveromnak, hogy korrekt. Oké, okay, kiszállok belőle, mert konkrétan megfulladok. De tudod, mit mondok? Mint csávónak 10/9 Oké. Okay. Na, egyébként nekem nagyon tetszik. A stílója is a stílója jó, nekem is, csak hát méretben nem túl kényelmes. Ad nekem. Ez a felső nem ehhez a nadrághoz tartozik. A nadrágnak a felső része az ez, amit ezen a képen láttok, viszont valószínű, hogy belekerült a mosásba, úgyhogy most ezt rögtönöztük hozzá. Oké, Matt. Mondd el még egyszer. Ez nem ehhez van. Mi? Ezt nekem nem adod be. Ez nem ennek a párja. Lehetetlen. Hát kíváncsi leszek, hogy melyik a párja. Mit kell pontoznom, a felsőt vagy az alsót? Hát a nadrág az zafulos. Az nagyon jól néz ki. Nekem nagyon tetszik. Nekem is amúgy. Nagyon-nagyon jó. A nadrág az 10/9 Jó a mintája, jó helyeken feszül, jó. Nagyon szeretem ezt a alul ilyen kis totál bő dolgot.
A felsős, nekem így van egybe egyébként. Tehát, hogyha azt mondod, hogy ez ehhez talál, akkor nagyon, én ezt elhiszem. Nagyon-nagyon hasonlít. Kicsit ilyen teljesen más szín, de krokodil pikkelyekre, bőrre hajaz az egész, csak nyilván az zöld, ez meg barna, de nagyon durván jól néz ki. Meg ilyen márványos az egész. Jó, ez totál tetszik. Ustán a hajaddal nagyon jól néz ki. Nagyon vékony az anyaga, de amúgy jó értelemben vékony, tehát nem érződik olcsónak tőle, viszont olyan, hogy nyáron, hogyha 40 fok van, akkor is ki mernék menni ebbe a hosszúba, mert olyan flowy. Ez nagyon jól néz ki. Talán ez a 10/10. Nem mondod! De. Van egy 10/10-ünk? Esküszöm neked. Ez olyan, ladies hogy... and gentlemen. Ezt Isten is meglátna, és azt mondanám, hogy korrekt. I like it. Nagyon jól néz ki. Ez nagyon jó. Nála, ja, napszemüveg? Na nézzük! Úristen, mennyire talál a izével! Ez nagyon cuki! Van egy ízlésem, mit nem mondjak azért, tehát... Egybe vagy, azt kell, hogy mondjam. Nagyon jól néz ki. Nagyon jól áll. Szerintem is. Dolly. Ami nagyon tetszik benne, hogy egy kicsit ilyen rózsaszínes barnás az üvege, tehát tudjátok, nem az a tipikus sima sötétített, egy kicsit összekentem, úgyhogy bocsi. Viszont most, hogy ellent mondjak magamnak, mennyit adsz rá? Erre? 10/9-et simán. Hogy egy kicsit ellent mondjak magamnak. És ez is jól áll. A fene. Annyira szerettem volna egy ilyen nagyon boxy, nagyon kockás, de nem túl nagy napszemcsit. Ez viszont totál fekete, tehát ebbe vezetni sem mindig esik jól. Ez 10/8 nekem. Mert egy kicsit... Aha, ja. És egy picit kék is van benne. De egyébként szerintem full jó. Jó, csak a másik jobb szerintem. És akkor... Ja, így adagolod? Oké, jöhet a következő. Oké. Oké, fel szeretném vezetni. Nagyon régóta szerettem volna ilyen dolgokat venni, viszont nem találtam soha olyat, és az eredetiket nem feltétlen szerettem volna, mert egy kicsit drágák, de... Na, mik lesznek azok? Vagy cipő, vagy táska. Gondoltam. Bottega Veneta. Oké. Mármint, hogy olyan. Igen, hát nyilván. Mennyi egy olyan? 1 millió? 2 millió? Nem, azért annyi nem, de pár ezer dollárcska. Én úgy értettem, hogy 1 millió forint, 2 millió forint? Hát igen. Az ilyen pici az nem, az olyan 1500 körül. Hát lehet, azért de... táskáért oda kell biciklizni, hogy csak úgy vegyél 3 millióért egy táskát. De nagyon cuki, és amúgy a telefonom nem fér el benne, sajnos. De akkor mi értelme van? Már bocs, hogy kifakadok. Csak ezeket én... Látod te ezt? Látom, és értékelni tudom a többi csávóval ellentétbe. De nem értem, hogyha... Most ez egy kiegészítő. Most az megyünk? A lényege, hogyha rajtad van az outfit, akkor az úgy nézzen ki... És mit raksz bele a személyidet? Nem az a lényeg, hogy mit raksz bele, hanem hogy hogy néz ki. Meg ha eredetid van, belerakod még a maradék 1000 forintot, hogy maradt a számlátod. Kinézni jól néz ki, de nem érted. Vegyük például az álomcsávot, aki vett ugye egy Tommy táskát neked a múlt héten, ami full bőr. Abba azt mondom, hogy minden elfér. De ez nem arra van. Miért az praktikus, ez meg... Hát azért az nem feltétlen arra, hogy praktikus. Tehát jó, de... Értem, tudom értékelni, de nem értem azt, hogy miért jó az, most hogy... Most vagy adsz rá pontot, vagy nem. A kinézetére 10/9-et adok. Jó, köszönöm. Többi nem is érdekel. Viszont az, hogy a telefonodat nem tudod belerakni, az kritikán aluli. Oké, mi a következő? Egy táska? Úristen, nem is merek már oda nézni. Nem. Az a baj, hogy ez az én tűrés határomon bőven túlmegy. Tehát megvan mindennek ez a határ. Meg egy totál zsákmusz kopincs. Nyilván... De jó az anyagja. Nagyon. És nincs semmi anyag szagja. Figyelj, anyagában totál jól néz ki. Totál minőségi az anyag. Cici táska egyébként, de... mert ha felrakod, pont oda esik. És őszintén csávóként fogom.
Írd már a komment részre, vagy hogy nézek ki. Tehát, hogy amikor ugye valós szituáció, szíved választotja, odaadja a táskáját neked a szupermarketbe, hogy ezt fog csak meg átmegyek a másik sorba. És jön a férfi társam, és meglát engem így. És az ő kezében is van egy ilyen. Ott elgondolkodunk, hogy hol tart a virág. Értem, de ebben most már konkrétan csak a rágó fél vele. De akkor itt meg hol van az, amikor mindig mondjátok, hogy nem szerettek cipelni dolgokat feleslegesen? Értem, hogy szép. De minek fogsz egy dolgot, amivel semmi nem fér el? Cuki. Értem. Viseld egészséggel. Köszönöm. 10/10. A legjobb. Ez a kedvencem az összes közül. Tehát ha van... Ez még kisebb. Nem. Ennek is van kis pántja és műanyag lánc. Végül is meg lehet spórolni az anyagköltséget, hogyha csak negyed akkora a táska. Jó, oké. Bocsánat, térjünk vissza ahhoz a részhez. Mit mondtam arról, hogy Insta fotózásra? Tehát egy Insta képen ezt meglátjátok, szedben, napszemcsivel minden, azt mondjátok, hogy wow, de jól néz ki. Nem? Jó, de. Ugye? Az ucsó táskánk... Wow! Egy rendes méret? Igen. Ez formájában egy kicsit Prada. És nincsenek színes táskáim. Eddig nem voltak színes táskáim. És mindenképpen szerettem volna színes táskákat, hogyha már egy kicsit elkezdek színesebben öltözködni, akkor legyen hozzá kiegészítőm, és az összes táska közül egyébként nekem ez a leggyengébb, ennek a pántja elég vékony, és látjátok, hogy önállóan nem is nagyon van tartása. De egyébként rendben van, tehát nincs lógócérna, nincs... A cipzár is jó, korrekt. Nincsen semmi gáz vele, meg nagyon szép. A varrás se rossz. Meg a, ha az, az anyag kell, se. Akkor ez a legkevésbé. Olyan nincs, amiben, ha belepakolsz, rend marad benne? Olyat nem találtak ki. Tehát fülbevaló van, kis táska fülbevaló, de olyan, hogy rend legyen benne, rendszerező, olyan nincs. Van egy ilyenünk. Ez mi? Ami még soha, de elkanyarodtunk. Soha mi ez? Izé, ballagási szalag? Nem, ez hajba kis izé. Hát ez igazából majdnem szatén sál, viszont arra is gondoltam, nem erre a táskára, de van otthon olyan táskám, amire twilliként felkötve baromi jól tudna kinézni. Aki egy kicsit is tisztában van az Hermes táskákkal, az tudja, hogy a Birkineket és a Kellyket szokták így twillikkel szépen felöltöztetni, úgyhogy erre is nagyon jó, és hajba is nagyon jó, masnit kötni, pántot kötni, bármit. Úgyhogy ezt nagyon szerettem volna, és csodaszép. Ezen kívül van egy bikinim, amit csak villámgyorsan beemelek, ugyanis őt felvettem már. És ja igen, ezt láttam is rajtad a jacuzziba otthon. Képre nagyon jó, viszont az interneten mozgásban nem feltétlen mutatnám meg. Az egy egészen más platform, ahol ezt mutogatni lehetne. De hát a leírásban ott az OnlyFans, és yeah, akkor ez azért van, hogy... A bikininek fantasztikus anyaga van. Van hozzá egy kis háló top is igazából, viszont az nagyon kicsi is rám, úgyhogy azt meg se tudnám mutatni. Fantasztikus anyaga van, nagyon kényelmes, de teeny tiny barnuláshoz való, úgyhogy, de csodálatos, minden linkelek nektek a leírásba. Itt van a kuponkódom is. Mondjam már el, az 10/9. Igen. Aha. De jó. A táskáid meg 10/1-esek. Nem igaz, tetszenek. Csak a férfi agyammal nem értem meg a dolgokat. De tudod jól, hogy adaptálódom. Igen, ügyes. Majd nézem a kis könyveidet, aztán igen, benne vannak. A kuponkódomat láttátok már a videó elején is, itt is itt van. Coupon code. Coupon code. Leteszem nektek a leírásba is, használjátok egészséggel. Remélem, hogy tetszett nektek ez a haul. Remélem, hogy tetszett nektek Bence véleménye. Bocsánat, hogy a táskákat nem értem meg. Igyekszem. De ezt nem tudom. Nekem olyan, mint a kismalac. Abban nem a kismalacsal megbarátkoztam, de nem lesz kismalacunk. Még. A Zafulnak még egyszer köszönöm szépen a ruhákat. Biztosan rengetegszer fogjátok látni az Instámon.
És még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok. A következő videóban találkozunk. Sziasztok!